Csendben, nagy odafigyeléssel folyik a nyomok rögzítése. A két helyszínelő éppen a vizsgafeladatot teljesíti. Mindent lemérnek, lefényképeznek és pontosan feljegyeznek. Különleges munka az övék, hiszen az ő esetükben hibázni nem lehet. Elméleti és gyakorlati tudásból kellett számot adnia öt megye rendőreinek. Fejér, Somogy, Vas, Veszprém és Zala megyéből érkeztek a baleseti helyszínelők. 23 csapat, 46 versenyzője, hogy eldöntsék, ki a régió legjobbja. Az elméleti feladatokban kreszteszt és a szakmai szabályok ismeretéről adtak számot a versenyzők. A gyakorlati feladatok esetében 6 helyszínen mérték fel tudásukat. A vezetés technika mellett a nyomrögzítés volt a legkiélezettebb tétel. A baleset helyszínelők versenyének több célja van. Egyrészt igyekeznek felmérni a helyszínelők tudását, így az esetleges kritikus hiányosságokat orvosolni tudják. Másrészt jelzés az állampolgárok felé, hogy a jogbiztonság szavatolva van. Mindenki tájékozódhat arról, hogy a rendőrség a szabályoknak megfelelően végzi a munkáját. Harmadrészt ösztönzés, hogy a közlekedők is folyamatosan fejlesszék a tudásukat. Úgy gondolom, hogy a helyszínek felkészültek. Nem akármelyik rendőrből lehet helyszín, egy bizonyos szolgáltidőnek el kell tenni, hogy helyszín legyen, el kell végezni egy rendőr baleset helyszíni szaktanfolyamot, és még ez sem elegendő az, hogy helyszín legyen, hiszen a rátermettség és a képességek alapján még a parancsnok is válogathat az egyébként alkalmas emberekből. Én úgy gondolom, hogy megállnák a helyet a baleset helyszínünk bármelyik országban, nyomrögzítés, illetve a jogszabályi ismeretek alapján. A tapasztalt rendőröknél is előfordul, hogy új helyzetekkel szembesülnek. A baleset helyszínének felmérése kivételesen precíz munkát igényel. Egyszeri és megismételhetetlen. Amint egy apró dolgot elmozdítanak, már nem lehet ugyanazt az eseményt felmérni, ami valójában történt. A közlekedés minél rövidebb idei feltartása miatt gyorsan, egyszer és pontosan kell dolgozni. Isten igazából most egy régi helyszínenek rutinfeladatnak számít, hogy egy éjszakai fényviszonyok közepette egy autón a gyalogos elütésből származó nyomokat rögzítsünk. Tehát azt mondom, hogy egy-két éves helyszínen is múltal ez még mindig most is kihívás, de már rutinnak számít, mert Isten igazából, hogy az ember azt csinálja, amit kell, akkor nem tud véteni, nem tud hibázni benne, de elvileg mindig vannak újabb dolgok, tehát minden egyes helyszínnél van olyan, amit még mondtuk, hogy nem igaz, hogy ezután még nem jöhet újabb, de mindig jön újabb. A nyomrögzítéshez napjainkban már komoly technika áll rendelkezésre. A fényképezés, a videotechnika, a tanú meghallgatás, az alapos helyszínfelmérés mind a valós események megismerését teszik lehetővé.